Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A mai adásban méhekkel fogunk foglalkozni, hiszen ismerik a mondást, méh plusz ész, egyenlő méhész. Vendégem pedig Antal István méhészmester, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének tagja, ellenőrző bizottság tagja. És amiről még szó esik ma, az az apiterápia, hiszen az apiterápia magyar apostolát tisztelhetjük benned. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, gyakorta találkozunk egyéb iránt, hiszen a nézők is tudják, hogy az Agrárinfóban figyelemmel kísérjük a Méhész Egyesület működését. Ott vagyunk a Közép-Európa legnagyobb méhész találkozóján és vásárán. Ezen felül pedig természetesen az aktuális hírekről is mindig beszámolunk. Ami azért fontos, mert sokan hajlamosak, és talán egy kicsit erről beszéljünk először, sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a méhész és a méz a legfontosabb, holott mindig elfelejtjük, hogy a beporzást jószerivel minden növényt annak köszönhetünk, hogy egyáltalán léteznek méhek. Nos, hát ennek tükrében egy kicsit evezzünk vissza a méhre. Hogy lesz valaki méhész? Hogy szereti meg ezt a nagyon-nagyon fontos szakmát, hivatást, mert ez már több, mint szórakozás, mint hobbi? Hát én szakmám szerint hivatásos vadász vagyok, és sokat tartózkodtam a természetben, és hát mindig érdekeltek azok az emberek, akik kivonultak az egyes erdőkbe, vagy növényi kultúrák mellé a kaptárjaikkal, és hát ottan szépen dolgoztak, és hát termelték a mézet. És nem egyszer szóbelegyedtem velük, és úgy megtetszett ez a szép hiva. Akkor még úgy gondoltam, hogy csak elfoglaltság, és mindig motoszkált bennem, hogy ebből kéne valamit alakítani. És hát 1989-ben adódott alkalom arra, hogy megismerkedtem egy nagyszerű méhésszel, aki a szárnyai alá vett, és szépen tanítgatott a méhészetnek a fortéjaira, és hát 89-ben megvásároltuk az első méh családokat. Édesapámmal együtt kezdtünk el méhészkedni, és ezek az évek nagyon-nagyon sokat kellett tanulni, és ez alatt a 5-6-8 év alatt nagyon-nagyon sok mindent magamba szívtam, úgymond a mesteremtől, aki mentoromtól, aki engem tanított, és ha lehet azt mondani, még a mai napig is ez a tudás adja a hátterét annak, amit ma is alkalmazom. Igen, hiszen a méz ősidők óta az édesítőszerünk, a legfontosabb édesítőszerünk, hiszen ne feledjük, hogy a cukrot nem régóta ismerjük. És hát én azt gondolom, hogy amikor az volt az alap, tehát a rendszerváltás neked a méhészetet hozta, és még nagyon sok mindent, hiszen hogy valaki profivá váljon, ahhoz kell tanulni egyértelmű. Viszont hogyha szervezetben is szeretne gondolkodni, már pedig az Egyesület erre való, akkor azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy tagja legyen az Egyesületnek. Így van. Az egyesületi tagság az feltétlenül fontos, mert egyszer ad egy tudás hátteret azzal, hogy összejövünk, és sok-sok méhész együtt tölti az idejét, mint civil szervezet, mint egyesület, ezért az információkat, tudást is egymásnak át tudjuk adni. Ezen kívül némi nemű jogi hátteret is ad a méhészeknek, és olyan információkat szerzünk be, amit magányos emberként nem tudunk hozzájutni. Az idei esztendőben, ha már az Egyesületnél tartunk, teljes vezetőségváltás volt, leköszönt Nagy Gyula, Selmeci és a többiek, és ugye az ellenőrző bizottságban azért helyet foglalnak, tehát átvette a generáció. Nos, hát az új generáció készen áll arra a kihívásra, amit a nagyon komoly méhészet kíván? Hát nagyon reméljük, egy fiatal ember vette át az Egyesület vezetését, egy 30 év körüli fiatal ember, ambiciózus, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, és hát nagyon bízunk benne, hogy felnőtt ehhez a feladathoz.
Hát azért szeretném elmondani, hogy Nagy Gyula 20 évig volt az Egyesület elnöke, és ezúttal is szeretném neki megköszönni ezt az áldozatos, kemény munkát, amit a 20 év alatt letett az Egyesületért, és nagyszerű dolgokat művelt, mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy egy 5 és 600 közötti taglétszámmal rendelkező egyesület, amelyik az ország egyik legnagyobb méhész egyesülete, ez nem kis kihívás egy ekkora tömegű egyesületet vezetni, és minden kihívásnak eleget tenni. Azért nem távozott végleg, hiszen az ellenőrző bizottság elnökeként tovább tevékenykedik, és ez jól van így. Tehát ha megvan az utánpótlás, akkor nem lehet nagy gond. Annál is inkább, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb méhészeti szakmai találkozója a Székesfehérvár, és szép lassan már kinövitek a Vókcsarnokot, mert az idén is, erről természetesen mi is beszámolunk, és én azt figyeltem meg, hogy valóban egyre több a fiatal. Függetlenül attól, hogy azért, amikor a méhekről és a mézekről beszélünk, és kapjuk a híreket külföldről, egyre több problémával kell megküzdenetek, gondolok itt a mézhamisításra, az időjárás változásra és sok minden másra. Hogy tudjátok ezt az egyesület keretein belül megbeszélni és tovább lépni? Hát nem egyszerű a dolog, mert ha belegondolunk abba, hogy a méhészetet ugye több oldalról is fenyegeti probléma, hát egyszer a piaci körülmények, lásd mézhamisítás, olcsó unión kívüli mézek, ezek mind-mind a piaci körülményeket tönkreteszik. És ebből nagyon nehéz kilábalni, mert ugye mindenki, aki egy ekkora beruházást megcsinál a méheivel kapcsolatban, hogy több száz család méhet fenntart, és azzal szeretne kenyeret adni a saját családjának, és ha ez gazdaságtalan, akkor előbb-utóbb abba fogja hagyni. Na most ez csak egy szegmense a dolognak, hogy nem lesz az a méz, az ki fog esni. De ha a másik oldalát nézzük, hogy azok a méhek, amik innen kiesnek mind a termelésből, és azok a beporzásból is kiesnek, akkor onnantól kezdve nem csak egy gazdasági probléma áll fenn, hanem egy természetvédelmi, egy biológiai probléma is áll fenn. Önmagában katasztrófa. Tehát amikor én arról olvastam, hogy az USA-ban emberek porozzák be a különböző növényi kultúrákat, akkor azt mondom, hogy ez valóságos, tehát ez nem riogatás, nem fenyegetés, hanem egy valóságos veszély. Igen, és mikor 20 évvel ezelőtt misztifikálva, hogy emberek fogják be, 20 évvel ezelőtt emlegették azt, hogy emberek fogják beporozni a növényeket. Nem hittük el. Most meg itt van, és realitás, és hát ezt szeretnénk, hogy egyszer a piaci alapok is legyenek meg a természetvédelmi alapok is legyenek meg arra, hogy mi méhészek tudjunk dolgozni. Igen, bizakodó vagyok, hiszen nagyon sokat tesz ezért az Agrártárca is Magyarországon, és szerintem mindenütt, hiszen azokat a növényvédelmi szereket azért próbálják most már visszaszorítani, amelyek a méhekre veszélyesek. No. Apis, ami latin neve, és terápia, szintén latinul, tehát a gyógyítás egyik folyamatos része, és ebből lett az apiterápia. Az apiterápia magyarországi apostolaként mutattalak be, az első és a legnagyobb apiterápiás ház tulajdonosaként. Én még emlékszem rá, 2018 májusát írtunk, tehát idestova két esztendeje, amikor Székesfehérvár és Moha, ugye ez körülbelül így van, az utolsó utca, úgy tetszik, egy gyönyörűséges környezetben avatták fel a te házadat. Akkor kicsit, ugye ezt az apiterápiát Bog Bódognak köszönhetjük, Beg Bódog orvosnak köszönhetjük. De hát akkor beszéljünk most már az apiterápiáról. Hogyan ismerkedtél meg vele, hiszen te vagy az úttörője hazánkban ennek? Hogy ismerkedtél meg ezzel a gyógyítási móddal, és mi ez egyáltalán? Hát körülbelül 10 évvel ezelőtt hallottam arról, hogy egy kaptárlevegős terápia is létezik, ahol a kaptárból kijövő levegővel gyógyítást végeznek. Először tényleg újdonság erejével hatott rám,
és kicsit mélyebben beleástam magam, és hát ezt meg utána olvastam, utána néztem, és tudomásomra jutott, hogy a 70-es években egy osztrák orvos fedezte fel ezt a gyógyítási módot, aki orvos volt, méhész volt és aszmás volt. És ez a három dolog, mivel összevágott, észrevette azt, hogyha kint tartózkodik ő a méheinél, akkor jobban érzi magát. És mivel orvos is volt, ezért tudományosan elkezdte vizsgálni, és megállapították, hogy ez egy tényleg létjogosultsága van neki, és hát szóval ezt művelni kell, és egyre jobban fejleszteni. Én először Szlovéniában láttam egy ilyen apiterápiás házat, és ami a végső lökést megadta, munkám során Németországban jártam, és Stuttgart mellett egy kis faluban véletlenül észrevettem egy csodaszép kis házat, amiből méhek repülnek ki. És ott volt a tulajdonosa, és ő elmondta, hogy ez egy méhekkel gyógyító ház. Na, ott dőlt el a sorsom, és onnantól kezdve célom volt, hogy egy ilyen házat felépítsek. És hát ez ugye két évvel ezelőtt megtörtént. Ugye Östör Anna Mária egészségügyi tanácsnok is ott volt, illetve Torony atya, Tornyai Gábor áldotta meg, hála Istennek, mert nagyon jót tett, azt hiszem, vele is, ha úgy tetszik. Az apiterápia alapja, hogy használja a virágpor, a propolisz, a mélypempő, a mélykenyér és a viasz jótékony hatását is. Ez köztudott volt előtte, hogy itt nem csak a méhek, hanem tulajdonképpen a méh termékek is fontosak? Nem mindenki ismeri, nem mindenki tudja. Azt tudják, hogy ha megeszünk egy kanál mézet, vagy egy mézes teát iszunk, mikor fáj a torkunk, akkor az jótékony hatással van. Hát az embereknek a nagyon nagy többség ennyit tud az apiterápia, mert már ez is apiterápia. Erről tud. De az egyéb méhészeti termékeknek a gyógyító hatásával nem mindenki van tisztában, és mostan ugye ebben a krízises időszakban, amit napjainkban is átélünk, tudni kell, hogy ezek a méhészeti termékek, ezek az immunrendszert mind-mind erősítik és mind-mind segítik. Amikor arról van szó, hogy ez a számunkra még ismeretlen vírus támadja az emberiséget, akkor tudnunk kell azt, hogy ezek a termékek mind az immunrendszert erősítik, és a vírusoknak a szaporodását gátolják. Mielőtt egyébként az imént láttuk azokat a képeket, amelyek a házban készültek, mielőtt azt mondjuk, hogy ebben semmi kuruzslás nincsen, ezek tudományosan bizonyított tényekről beszélünk, és mielőtt folytatjuk azért egy kicsit a ház felépítésének kör, mikor döntöttél úgy, hogy egy ilyen ház neked kell? Hát hogy érett meg ez bennem? Érzelmi vonala is van a dolgoknak, mert a párom nagyon migrénes volt. És mint ahogy utána néztem a dolgoknak, az egyik első számú gyógyítási lehetősége a migrénnek az apiterápiás ház. És én mondtam, hogyha csak egy ember tudunk meggyógyítani a házzal, és az ő lesz, már megérte, akkor már győztünk. És onnantól kezdve célom volt az, hogy én felépítsem ezt az apiterápiás házat. Ezen kívül beléptem az Magyar Apiterápiás Társaságba, és ott még mélyebb ismereteket tudtam magamévá tenni, és azóta is szoros kapcsolatban vagyunk, és a folyamatos kutatásoknak az eredményeit azt mind-mind a tudomásunkra hozzák. És szóval igazából egy szerettem volna mindig egy kicsit mást adni a méhekkel, mint a méz és a méhészeti termékek. És szerettem volna olyat adni az embereknek, ami az ő életüket és az életminőségüket jobbá teszi. Ami számomra a három legfontosabb ebben, tehát a gyógyításon túl, hogy egyrészt egészséges, másrészt fájdalommentes, harmadrészt pedig, ami a legfontosabb, gyógyszermentes. Igen. Túladagolni nem lehet, mellékhatása nincsen. Olyan szinten működik, hogy nem csak a légzőszervet, de az idegrendszert, a stresszoldást,
az alvási zavarokat, ami ugye nem biztos, hogy szervi probléma, hanem lehet, hogy lelki eredetű problémáknak a gyógyítására is rendkívül jó. Tehát ahogy nézem, hogy allergia, depresszió, szív- és érrendszeri betegségek, ízületi így gyulladások van. Ellen, tehát ez nagyszerű dolog. Hogy néz ki egy kezelés? Ez nagyon egyszerű. Egy kezelés az úgy néz ki, hogy az első alkalmat mindenkinek el szoktam mondani, hogy az első alkalommal úgy gondolkodjon rajt, hogy eljön egy kirándulásra. Eljön egy olyan világot megismerni, amit ha ő nem ismer, akkor egy csodavilágot ismer meg, és ezt a háznak, a háznak a belsejében, nyugodt körülmények között elbeszélgetve, társalogva, akár egy méhészeti előadást is meghallgatva tölti el az egy órát. Ez családostól, vagy baráti körülmények között, baráti társaságban. És amikor konkrét kezelésről és konkrét segítségről van szó, akkor van rá lehetőség, hogy a kaptárak tetején pihenő ágyak vannak kialakítva, és az emberek a méhektől 5 centire tartózkodnak. Most azt tudni kell, hogy ebben a házban élősúlyban körülbelül 70 kiló méhecske tartózkodik. Ez 12 méhcsalád, és ez egy, hát hogyha azt vesszük, az egy nagyon nagy mennyiségű élő tömeg, egy élő organizmus. És itt nem csak a kaptár levegő, hanem a biorezonancia is nagyon fontos, és hogyha az emberek lefekszenek a kaptár tetejére, akkor ez az óriási mennyiségű méhecskének a biorezonanciája is átjárja a testüket, és nyugtató lakhat, és az egész szervezetüket lelazítja. Tehát ez a rezgés számít. Ez a rezgés. Igen. Felemeli a betegeknek pedig a legyengült rezgés számát, felemeli az egészséges szintre. A kaptárlevegő, ez pedig egy édes fűszeres illatnak mondhatnám, ami mézből, mikroszkopikus méretben a méhek választanak ki a mézből, a propoliszból, a virágporból, még egy kis méhméreg is van benne, egy levegőt. Ami utánozhatatlan, és nem is lehet így leírni, a személyesen kell megtapasztalni, hogy milyen illat. És ezt a méhek betolják a háznak a légterébe. Amikor megnyitjuk a kaptárakat, úgymond megnyitjuk, de természetesen a háznak a belsejében méhecske nincsen. Teljesen békés a dolog, veszélytelen, és amikor megnyitjuk a kaptárakat, egy 10 perc negyed óra alatt ez a kaptárlevegő kitölti a háznak a légterét. És ez belélegezve, úgy, ahogy ezek az anyagok, ezek, amiket felsoroltam anyagok, ezek fogyasztva is jótékony hatással vannak, de a légzőszerven keresztül a szervezetbe jutva még intenzívebben fejtik ki a hatásokat. Tehát itt van hőhatás is. És van hőhatás is. Az pedig úgy működik, mint egy infraszauna, amikor megserkenti a vérkeringést, a szervezetnek a méreg kiválasztását is elősegíti, és intenzívebbé teszi a szervezetnek a működését. Ugye 2 esztendeje kezdted el, és nagy népszerűségnek örvend. Az imént láttunk mi is képeket erről, hiszen nagyon sokan járnak oda családostól. Én azt hiszem, hogy ez a jó, családostól igen. Mindenképpen. Hogy halad? Tehát először is ebben hinni kell mindenképpen, hiszen csak akkor látogatunk el hozzátok. Másrészt a szakemberek mit mondanak, hiszen most már van egy egyesület, ahol sok kapiterápiás méhész találkozhat. Hogy osztjátok meg a tapasztalataitokat? Mennyire népszerű ez Magyarországon, illetve Európában? Hát Európában, Nyugat-Európában elterjedt, meg ami még nagyon érdekes, az oroszoknál. Oroszországban olyan szinten elterjedt, hogy ott minden méhészetnek a bejáratánál van egy méhesház. És ottan az emberek között köztudott az, hogyha ilyen jellegű problémájuk vannak, akkor mennek a falu végére az ottani méhészhez gyógyulni. Ezen kívül az oroszok nagyon nagy pénzeket tesznek bele abba, hogy kutassák az apiterápiát. És
szinte azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt újabb eredményekkel rukkolnak elő, újabb eredményeket mutatnak fel. Ottan olyan kórházi olyan kórházi részlegek vannak, hogy például pulmonológiai osztályok vannak, ahol méhesház van a kórháznak az udvarán, és naponta rendszeresen viszik le a betegeket gyógyulni a méhesházba. Magyarországon még nem mondhatnám, hogy elterjedt, egyre több van belőle, de nem sok méhész csak magának csinál egy kis házat, nem is regisztrálja az apiterápiás társaságban, saját maga és a családja vagy barátai részére használja fel. Ez nagyon jó dolog, de jó volna, hogyha ezeket közkincsé tenni, és egy szorosabb munkakapcsolatot tudnánk kialakítani. Az egyik látogatásomkor ugye sikerült beszélnem a társaság elnökével, és azt hiszem, hogy ő megerősítette abban, hogy ők mindenképpen hitelesek egyik oldalról a társaság, tehát fontosnak tartják, hogy a mélységét is megismerjék, akik eljárnak apiterápiás kezelésekre, mert ez nagyon-nagyon fontos. Hogyan lehet fejleszteni ezt? Itt most nem a tér tágítására gondolok. Hogyan lehet úgy elterjeszteni, hogy ezt hitelesnek vegyék azok is, akik ebben az ilyen jellegű betegségek ellen küzdenek? Hát mindenképpen ismeretterjesztéssel, úgymond reklámmal. Nagyon-nagyon fontos azt, hogy az emberek megismerjék ezt a gyógyítási formát, meg egyáltalán a méheknek az életével tisztában legyenek. Már hála Istennek már elmondhatom azt, hogy nem csak felnőttek, nem csak betegek, hanem középsős óvodás csoportok kezdve, kisiskolásokon keresztül felnőtt csoportok is ismeretterjesztési célra eljönnek hozzám, és ottan 2-3-4 órás eszmecserét tartunk méhekről, apiterápiáról és mindenről, ami ezzel kapcsolatos, környezetvédelemről, és minden ami egyáltalán az életünkkel így ezzel kapcsolatos. És ezen kívül, hát ugye közvetlen reklámokat is csinálunk, mert minden évben tartunk egy nyílt napot, ahol büszkén elmondom, hogy tavalyi évben is 300 fölötti látogatónk volt egy nap. Há, és igen, ez úgy gondolom, szám. Hogy ez egy szép szám. És azt én magam is látom, amikor ellátogatunk a Mész Fesztiválra, meg az összes többi helyre, hogy azért ott vagytok, és ez nagyon jó. No, hát én köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy ha a szezon elkezdődik, akkor ismét megnyílik. Függetlenül azt hiszem, hogy ebben a vészterhes időkben nagyon jó lesz majd ott, aki ellátogat. Igen, hát sajnos a nyílt napunkat azt április közel végére terveztük, de nagyon úgy néz ki, hogy ez sajnos nem valósul meg. Hát ha lehet, akkor a nyáron majd egyszer pótlást tesz mindenféleképpen, de mindenkit szeretettel várunk. Hát egy kicsit most bizonytalanok vagyunk mi is ezzel kapcsolatban, hogy hogyan, miként fog következni a tavasz, de bizakodóak vagyunk, hogy túl fogjuk élni, és mindenkit biztatok arra, hogy amit javasolnak, azt tartsa be, maradjunk otthon. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, addig is én is felhívom a figyelmüket, maradjanak otthon. Viszontlátásra!